az apa szerepe a családban. Mit jelent egy férfi életében az apává válás? Az apává válás a férfi életében, ez egy új szerepkörnek a megtapasztalása. Kicsit közel kerülés nem csak a saját gyerekéhez, hanem a saját belső gyerekéhez is, hiszen az az apa, aki részt vesz ugye első perctől a gyereke gondozásában, aki érzelmi kapcsolatot tud kialakítani a gyerekével, aki össze tud kapcsolódni akár a játék vagy az érzelmi szükségletek során, egy hatalmas személyiségfejlődésen megy keresztül. Ezt nagyon sok apa elmondja, hogy igazából a teljes élete megváltozott azáltal, hogy ezt az apa szerepet megélhette. Milyen szerepet tölt be egy család életében az apa? Régebb ugye az apa szerepe kimerült abban, hogy az anyagi biztonságot, meg akár ezt az érzelmi biztonságot nyújtani tudta, meg a határokat, meg a kereteket ugye leszabályozta. Viszont ma már ennél sokkal több, hiszen a minőségi idő, egyáltalán a minta mutatása, az érzelem szabályozásnak az átadása, és hát lényegében a világnak a megmutatása a gyereknek, mert ameddig az anya, ő az érzelmi biztonság, az óvás, a védés, a féltés, a szükségleteknek a kielégítője, addig az apa igazából a kaland, a kíváncsiság, az, hogy kivigyem a gyereket a világba, megmutassam, hogy mennyi minden vár felfedezésre, és hogy igen, lehetnek veszélyek, de hogy ezt le is lehet küzdeni. Mit jelent az apa hiánya? Az apa hiánya az egy, hát ilyen, tényleg egy nagyon fájó hiány, hiszen ezekben a családokban ugye, ahol az apa nincs jelen, ilyen vagy olyan okból kifolyólag, akár válás esetében nem vesz részt a családnak az életében, akár tényleg véglegesen eltávozott, vagy akár a gyerek meg se ismerhette a saját édesapját. Itt ugye az anya egy ilyen dupla szerepet kell betöltsön, mert nem csak ez a védés, óvás, féltés, érzelmi biztonság, hanem a szabályoknak is a meghúzása, és ez nagyon nehéz egy gyereknek, ugye, hogy egyáltalán ezt a két részt el tudja fogadni. Ugyanakkor az önbizalom, az önbecsülés alakításában is egy hatalmas szerepe van az apának, valamint az ellentétes nemhez való kapcsolódás és ennek a mintájának a bemutatása. Tehát ilyenkor azért nagyon fontos, hogy egy-egy olyan férfi szereplő, ez lehet nagyapa, lehet nagybácsi, vagy lehet az anyának az új partnere, tehát hogy valamilyen apa figura azért mégiscsak ott kell legyen a gyerek életében ahhoz, hogy egészséges legyen a személyiségfejlődése. Hogyan éli meg az apa a család elvesztését? Nagyon sokszor azt látom, hogy úgy bagatelizálják ezt a részt, hogy jó, hát az apa az majd valahogy csak kibírja, és hogy az anyánál kell legyenek a gyerekek, de hogy ez ugyanolyan nehéz, meg egy gyász folyamat egy apának is, aki ugye, hát a teljes élete felfordul. Ez egy hatalmas veszteség, hogy ameddig ugye nap mint nap a gyerekeivel kelt, a gyerekeivel feküdt, részt vett a különböző esti rítusokba, ezt egy hétvégi látogatás biztos, hogy nem fogja pótolni. Nagyon sokszor látom azt, hogy a családok azért valahogy csak meg tudnak egyezni, hogy már a gyerek nagyobb, hogy egy hét az egyik szülővel, egy hét a másik szülővel, mert ott, még hogyha van ez az egy hét hiány is, mégis van egy teljes hét összekapcsolódási lehetőség, amikor tényleg ott vannak a reggeli rítusok, ott van az este, ott vannak a beszélgetések, és hogyha az elvált felek el tudnak jutni odáig, hogy már nem a gyereken veszekednek, hogy ki kivel tölt legtöbb időt, hanem hogy megadják egymásnak azt a lehetőséget, hogy igenis a másik szülőhöz is ugyanúgy tudjon kapcsolódni, mert erre a gyereknek nagyon nagy szüksége van.